jelenti, hogy kvázi túlmunkát végezve az emberek semmilyen fajta plusz bérben nem részesülnek. Ugyanígy a pótlékok tekintetében, hogyha nem a munkaidő átrendezése kapcsán beszélünk, a szokásjog ugye, és a törvények arról szóltak, hogy 50%-os pótlékban részesültek a túlmunka után az emberek. Most pedig arról szól, hogy szabadidő jár nekik, az elvégzett túlmunka időtartamának megfelelő szabadidő. És ennek a szabadidőnek a kivételére bizonyos záros időintervallumokat ad meg ez a törvénytervezet. De félő az is, hogy a munkaerőpiacon egyszerűen abból a helyzetből fakadóan, hogy többen vannak azok, akik keresik a lehetőségét, mint azok, akiknek van módjuk és szerencséjük munkatevékenységet végezni, olyan helyzetet teremtenek, hogy a munkáltató könnyedén mondhatja azt a munkavállalójának, aki nem kapta meg a túlóráért járó pótlékot, mert szabadidő jár neki, hogy édes barátom, holnap is, meg holnap után is, meg a jövő héten is jönnöd kell, ja, ha ez nem tetszik, hát akkor nem biztos, hogy nekünk együtt kell folytatni ezt a tevékenységet. No, tehát azt akarom mondani, hogy a munkavállalói érdekek azok alapjaiban tudnak sérülni. De ugyanígy, hogyha az első mondataim között említettem, akkor még egyszer szeretném megerősíteni. Mint ahogy az országos érdekegyeztetés rendszerét szétzúzták, vagy szét fogják zúzni az elkövetkezendő napokban, ugyanígy a helyi érdekegyeztetés tripartit rendszerét és munkaügyi tanácsokat is megkívánják szüntetni, meg azokat a munkaerőpiaci alapot felügyelő tanácsot, amelyik arra volt hivatott, hogy a munkaadók és a munkavállalók által befizetett járulékok pénzügyi felhasználásáról döntsön, pontosan a munkaerőpiaci érdekek figyelembevétele mellett. Arról mindenképpen érdemes szót váltani, hogy természetesen, ha két pólusa van a dolognak, munkaadói és munkavállalói, akkor mindkét fél érdekeit szem előtt tartva kellene változtatásokat eszközölni. Vagy arra fordítva a szót, hogy ha az egyik oldalon a rugalmasság az, ami fontos, ez a munkaadói oldal, akkor a másik oldalon nyilván a biztonság kellene, hogy fontos legyen, vagy az is, csak ennek az alapjait nem szétzúzni, hanem megerősíteni kellene, és a biztonság helyett nem a kiszolgáltatottságnak kellene uralkodóvá válnia. Na most nyilván ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen, ahhoz a valós érdekegyeztetések rendszerének működni kellene, de hát látható módon ezen törvény keretei között is, meg a ma tárgyalt, kora délután este tárgyalt Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács életrehívásához kapcsolódott törvény tervezett keretei között is látjuk, hogy hogyan zilálódik szét ez a folyamat. A munkavállalói jogok, mondhatom nyugodtan, sérülnek, kiszolgáltatottá válnak a bérből és a fizetésből élő emberek. A rugalmasság és a biztonság együttes léte, tehát nem létezik, a kiszolgáltatottság fokozása az, ami fellelhető. A munkaadói jogok ezen törvénytervezet keretei között fogható módon nőnek, míg a munkavállalói jogok, jogosítványok pedig sarokba szorulnak és csökkennek. És talán érdemes még arról is beszélni, hogy az általános foglalkoztatás a határozott vagy határozatlan idejű munkaszerződések mellett a munkaerő kölcsönzés rendszere hogyan és miképpen működik? Hát úgy, hogy 5 évre kívánják kiterjeszteni a munkaerő kölcsönzésnek az időtartamát. 5 évre. Ugye tudják, képviselőtársaim, hogy a határozott idejű munkaszerződések tekintetében az ismétlések, meghosszabbítások után a maximális időtartam egyébként ez az 5 év. Most a munkaerő kölcsönzés tekintetében, ahol adott esetben sok kételj is megfogalmazható, hogy jól működik a történet, vagy éppen nem a kételj megfogalmazása, hanem hogy exaktak legyünk. Példaként a munkaügyi ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbb szabálysértés ezen a felületen érhető utol. Ezt kívánja ez a törvénytervezet azzal úgymond legitimizálni, mármint a szabálysértések körét, hogy kiterjeszti 5 évre a munkaerő kölcsönzésnek a lehetőségét. És hát a talán gondolatok záró akordja
az nem is lehet más, mint az, hogy ez az egész szabályozási rendszer, ez semmilyen értelemben nem járul hozzá ahhoz, ami a kormány választások előtti ígéreteit segítené, mármint annak a teljesülését segítené, hogy 1 millió új munkahely következzen be, hogy olyan helyzet állítódjék elő, ahol a foglalkoztatottak száma mértékadó módon nőni tud. Egy év eltelt ebből a kormányzásból, és látható módon mérhető, fogható, mínusz negatív tartalom az, ami a foglalkoztatásban utolérhető. 100 000-es nagyságrenddel kevesebben dolgoznak, mint a válság előtt. És azt kell, hogy mondjam, hogy ha ezt levetítjük, mondjuk a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű térségekre, akkor ott még nagyobb problémákkal találjuk magunkat szembe. És még egy diszonancia, még egy ellentmondásosság. Az az, hogy a kormány akkor és amikor az alapígéreteivel szemben ellentétes intézkedéseket fogalmazósít, például egy kulcsos személyi jövedelemadó, akkor ezt követően olyan bérkommandókat küld a vállalkozások nyakára, amelyeken keresztül akarja érvényesíteni azt, hogy az a torz helyzet, amit ő okozott, ne alakulhasson ki, de úgy, hogy közben másoktól várja el, hogy helyette helytálljanak. De azt gondolom, ez a logika nem igazán követhető, vagy ha követhető is, nem igazán fogadható el. És még talán annyit hozzátennék a dologhoz, hogy hivatkoznak a jogharmonizációra ezen törvénytervezet keretei között. A túlóra, az éves szabadság, a munkaerő kölcsönzés tekintetében semmi, de semmi nem indokolja ezt. Semmi köze a jogharmonizációhoz, ezen fogalmak és ezen témakörök törvénytervezet szerinti bevezetésének, megvalósításának. Én azt gondolom, hogy mindazzal, ami a törvénytervezet keretei között csak így címszavakba érintőlegesen most általam elmondásra került, és nem került kibontásra, mindaz igazából egy nagyon nagy problémát magával hordoz, vagy egy gondolatkörbe összefoglalhatóan egy nagyon nagy problémát okoz. Az pedig az, hogy a munka és a társadalmi béke veszélyeztetettségét hordozza magában. Az, hogyha egy leendő, mondjuk átfogó munkatörvénykönyv módosításánál ez az arcpolitika erősödik tovább, ez a gondolkodásmód égetődik be, akkor olyan helyzet alakulhat ki ebben az országban, ahol tényleg nem lehet majd a munka és a társadalmi béke fenntartását biztosítani, és utána már lehet kárhoztatni mindenkit, legyenek azok érdekképviseleti szervezetek, vagy éppen politikai pártok. Azt gondolom, inkább gondolkodni kellene, és ezekhez illesztetten olyan helyzetet teremteni, hogy ez ne következhessen be. Elnök úr, köszönöm szépen lehetőséget. Köszönöm szépen. 2 perces hozzászólásra Kara Ákos képviselő úrnak adok lehetőséget. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Gúr Nándor képviselőtársunk vitára ösztönző gondolatokat mondott el. A 2 percet azt természetesen nem arra használnám, hogy minden egyes elemére reagáljak. Azt szeretném leszögezni, hogy nehéz az az örökség. Szeretném tudatosítani, képviselő, hogy nagyon nehéz az az örökség, amelyet a szocialista kormány erre az országgyűlésre, illetve az még hagyja, hogy az országgyűlésre, de hogy az országra hagyott, a családokra, munkavállalókra, ha már annyit emlegette a munkavállalókra és a munkaadókra hagyott. Ezt a nehéz örökséget, ezzel a nehéz örökséggel kell boldogulnunk, és valóban megerősítem, amit reggel is elmondtam, a vezérszónoki felszólalásomban célunk a foglalkoztatás bővítése, és látjuk azokat a jeleket, amelyek bár óvatos, de mégis optimizmusra adnak okot, ugyanazokkal a regionális eltérésekkel természetesen, amelyeket reggel mondtam, azokat megerősíteném. Szeretnék reagálni konkrétan, illetve továbbfűzni egy gondolatot, és akkor azt gondolom, hogy így talán egy hosszabb felszólalást itt a késő órára tekintettel meg tudok spórolni mindannyiunknak, de egy fontos dolog, ha már egyszer a szabadságról beszélt képviselő úr, ugye a munkatörvénykönyvvel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy nyújtottam be egy módosító indítványt a szabadságot a munkatörvénykönyv azon pontjához, amely valahogy úgy szólna majd, vagy egész pontosan úgy szólna, hogy a szabadságot esedékességének évében kell kiadni, az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni azt a szabadságot,
amelynek megszakítás nélküli tartama a következő évben jár le, és a következő évre átnyúló szabadságrész nem haladja meg az 5 napot. A munkáltató, a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elhárítatlan akadály esetén az akadályoztatás megszüntetésétől számított 30 napon belül az akadályoztatás időtartama egybefüggően a 183 napot, vagyis a fél évet elérte vagy meghaladta, akkor az akadályoztatás megszűnésétől számított 183 napon belül kiadhatja. Képviselő szeretném jelezni, hogy kormánypárti képviselők részéről is megvan az a szándék, ami a munkavállalók szempontjából, a munkavállalók fejével gondolkodna az ő érdekükben. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm. Úr, kap most lehetőséget 2 perces hozzászólásra. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, hogy nehéz az örökség. Valószínű a 98-2002-es kormányzás után valami hasonlót mondhattak, fogalmazhattak meg az akkori kormánypárti képviselők, mondjuk 2002 tavaszától, talán nem 2003 tavaszáig, mert kormányozni is kell. Lehet, persze, lehet. Lehet, hogy nem emlékszem rosszul. Lehet, hogy nehéz az örökség. De az elmúlt egyesztendő tevékenysége, amit folytatnak, az szerintem nem egyszerűen még nehezebbé teszi, hanem majdnem, hogy ellehetetleníti az elkövetkezendő jövő normális alapokra való helyezését. Olyan intézkedések sokaságát hozták ugyanis a munka világára nézve, amelyek a bérből, fizetésből élő emberek nem sokaságát, abból a 3,8 millió emberből 3,5 millió embert hátrányosan érintettek. Emlékeznek a 16%-os egykulcsos adóra, ugye? Emlékeznek. Emlékeznek arra, hogy az adókedvezmények részbeni megvonása és a mostani, majdani folytatása mit jelent ezeknek az embereknek. Nem kell, hogy kibontsam. A szabadság tekintetében, képviselőtársam, azt szeretném mondani, hogy ugye az, amikor a túlóra 50%-os pótléka helyett szabadidő jár, és ez a szabadidő kivétel lehetősége korlátok közé szorított, akkor érdemes lenne azon is elgondolkodni, hogy mivel és folyamatában egy évig egy ilyen rendszer működtethető, akárhogy 44 órában foglalkoztassák az embereket, a szabadság kivétele tekintetében is legalább ilyen időtartamra vonatkoztatóan meg kellene adni a lehetőségét annak, hogy ez kivételre kerüljön, mert egyébként az lesz, amit mondtam, ezek a szabadságok, szabadidők annulálódni fognak, el fognak veszítődni. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, a következő felszólaló Kaufer Virág, az LMP képviselője. Képviselőasszony, önné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. A délelőtt folyamán képviselőtársaimmal kitértem részletesebben az általunk vitatott pontokra ebben a saláta törvényben. Ugye nehezményeztem azt, hogy elrejtettek a jogharmonizáció között olyan súlyos, a munka világát súlyosan érintő megszorításokat, amelyeket Gurnándor képviselőtársam már részletesebben elmondott az imént. Ugye a munkaerő kölcsönzés intézményének állandósítása, a 44 órás munkahét vagy a 6 hónapos próbaidő intézménye, amelyek ugye a Szél-Kálmán tervből következnek, és a Szél-Kálmán terv által felvázolt munkaerőpiaci jövőre mutatnak. Most szeretnék egy kicsit hátralépni és a törvény szellemiségével kapcsolatos problémákat elemezni 5 pontban. Tudom, hogy késő ez az óra, a napirend összeállításában sajnos nem volt módom részt venni, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy ilyen fontos és sarkalatos kérdéskörnél kénytelen vagyok az önök idejét továbbra volni. Egy mondatban összefoglalva, az LMP szerint a Nemzeti Együttműködés kormányának munkaerőpiaci politikája a használat után eldobantó munkavállalókra épül. A kormány kényszeresen próbál megfelelni a késő kapitalizmus hálózatos óriásvállalatainak, akik csereszabatos, bármikor eldobható és bármikor elővehető munkavállalókat akarnak. A munkatörvénykönyve előttünk fekvő módosítása is számos ponton fokozza a munkavállalók kiszolgáltatottságát. A kormány azt állítja, hogy a magyar munkaerő túlságosan védett, fokozni kell ennek a kiszolgáltatottságát. A valóság azonban az, hogy a munkavállalók már most kiszolgáltatottak. A bérmeghatározás rugalmasságában pedig Kínát is megelőzzük,
A világ élbolyában vagyunk, a világgazdasági fórum 2009-2010-es versenyképességi rangsora szerint a 36. helyen. Ez már ma sem több ócska mitosznál. A munkanélküli ellátás folyósításának jelenlegi időtartama a maximum 270 nap, például Szlovákiát leszámítva nem hosszabb a regionális versenytársakénál. Csehországban 11 hónapig, Lengyelországban akár egy évig is járhat ez a juttatás. Ráadásul a most a kormány által javasolt 3 hónap a Szlovákiában meglévő fél évnek is jócskán alá licitál. Más területeken, mint például a bérmeghatározás, a magyar szabályozás már most is a leglazább a régióban. A szabadságolási és túlóra szabályok nemzetközi viszonylatban átlagosnak tekinthetőek, nem lógunk ki még a kelet-európai mezőnyből sem. A munkaerő kölcsönzést már most is aránytalanul nagy szerepet játszik a munkavilágában. A kormány javaslata alapján akár 5 évig is kölcsönzött munkaerővé válhat az egyszerű munkavállaló. Vannak cégek hazánkban, ahol a kölcsönzött munkaerő aránya jóval meghaladja a normál foglalkoztatottakét. A kölcsönzött munkaerő védettsége alacsonyabb, a cél éppen az kellene, hogy legyen, hogy a legális és védett foglalkoztatottak számát bővítsük, ehhez képest a kormány a kiszolgáltatott munkaerő kölcsönzést hosszú távra készül bebetonozni. Második pont. A kormány azt állítja, hogy a magyarok nem dolgoznak eleget. A valóság ezzel szemben az, hogy aki munkához jut, az tulajdonképpen kidolgozza a belét. Az EU tagállamok polgárai közül a legtöbben heti 30-39 órát dolgoznak. A dolgozók 35,4%-a 6 órában dolgozik, vagy 8 órát el nem érő munkaidőt tölt naponta munkával. A kormány által javasolt heti 44 órát az EU tagállamok dolgozói közül mindössze 14,4% dolgozik. 40 órás a munkahét a versenytársaink közül többek között Szlovákiában, Lengyelországban, Észtországban, Lettországban, Bulgáriában, Portugáliában, de Ausztriában, Finnországban vagy Svédországban is. Belgiumban 38, Franciaországban 35 órás a munkahét. Az egy dolgozóra jutó ténylegesen ledolgozott évi munkaórák száma alapján szinte Magyarországon dolgoznak a legtöbbet az egész OECD-ben. Nem igaz tehát, hogy a magyarok lusták lennének, akik képesek munkához jutni, az annyit dolgozik, amennyit csak bír. Összességében tehát a munkatörvénykönyvének tervezett módosításával a már amúgy is erősen kiszolgáltatott munkavállalók kiszolgáltatottságát igen, viszont a versenyképességet alig, ha lehet növelni. Harmadik pont. A kormány azt állítja, hogy az embereket ki kell lökni a munkaerőpiacra, hogy álláshoz jussanak. A valóság ezzel szemben az, hogy 2010. decemberében 11.740 betöltetlen álláshely jutott 591.278 regisztrált munkanélkülire, tehát 100 munkanélkülire jutott nem egészen 2 álláshely. Világos, hogy egyáltalán nem a munkakedvel van gond, hanem az álláshelyek számával. Nem véletlen tehát, hogy a szerzett jogaiktól megfosztott rendvédelmisek után lázadnak most már a rokkanyugdíjasok is. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége nemrégiben levélben fordult a miniszterelnök úrhoz, azonban a kormány egy szóra sem méltatta őket. Negyedik pont. A kormány Kínát akar csinálni hazánkból, úgy véli, hogy olcsó, silány minőségű árukra specializálódva, alacsony bérű és kiszolgáltatott munkaerővel tudunk majd kilábalni a válságból. A valóság ezzel szemben az, hogy a magas hozzáadott értékkel termelő, kulcsfontosságú vállalatok versenyképessége szempontjából pont nem a rugalmas, vagyis zárójelben könnyen kirúgható munkaerő, hanem a munkaerő képzettsége és megbízhatósága a legfontosabb szempont. A politikai gazdaságtani irodalomban számos alternatív megközelítés létezik a jóléti állammal kapcsolatosan, a kapitalizmus változatok irányzat szerint például a jóléti intézkedések kifejezetten kedvezhetnek a tőke érdekeknek is. Az LMP és az Európai Zöld Pártok által képviselt zöld fordulat politikája erre a megközelítésre épül. Eszerint a jóléti politika nem a piacok ellen, hanem a piacokért folyik. A koordinált, úgynevezett német típusú kapitalizmus modellben eszerint azért kiterjedt a jóléti állam, mert a gazdasági kulcs szereplő exportiparágak sikeres működéséhez elengedhetetlen a jól képzett, szakosított munkaerő. Ahhoz, hogy ennek a fajta munkaerőnek megfelelő kínálata alakuljon ki, speciális jóléti garanciák szükségesek. Kiterjedt szakképzési rendszer, magas fokú munkaerőpiaci védelem, valamint biztosítási rendszer, vagyis munkanélküliség, betegség és öregség esetére.
Tény ugyanakkor, és ezt nagyrészt a kapitalizmus változatok irodalom is elismeri, hogy a német modell alacsony foglalkoztatással és a nőket diszkrimináló foglalkoztatási szerkezettel járt együtt. Ez azzal magyarázható, hogy a magas munkaerőköltségek és a kiterjedt munkaerőpiaci szabályozás gátolja az alacsony képzettségű munkaerőt igénylő szolgáltató szektor kiépülését. Az alacsony foglalkoztatás a 2000-es évek elejére Európa beteg emberévé tette Németországot, ami legalább annyira magyarázható az egységesítés problémáival, mint a koordinált kapitalizmus modell gyengeségeivel. A német jóléti állam ekkor kezdődött reformja mára úgy tűnik, behozta az árát. Németországnak a világgazdasági válság közepette egyszerre sikerült megőriznie exportiparágainak versenyképességét és növelni a foglalkoztatottságot. A reformok kétségkívül a szociális juttatások megkurtítását is tartalmazták, ugyanakkor inkább mennyiségi, mint minőségi változásokról volt szó. Az alapvető elemek megőrződtek, megmaradt a távolság az angol száz liberális rendszerektől. A kapitalizmus változatok irodalom megfontolásai és a konkrét német példa arra figyelmeztetnek minket, hogy átalakításra szükség van, ugyanakkor a munkavállalók jóléti garanciáinak radikális leépítése a gazdasági racionalitásnak is ellentmond. A magyar kormánynak ugyanakkor valószínűleg nem Németország, hanem egy sokkal radikálisabb reform példa lemeg a szeme előtt, ez pedig az úgynevezett szlovák csoda. Az adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy mára a tátrai tigris megbicsaklott. Bár a GDP-t tekintve kevésbé volt erőteljes a visszaesés és gyorsabbnak tűnik a kilábalás, Szlovákiában a munkanélküliség jelenleg 14%-os, ami a magyar rátánál 2% ponttal magasabb. A foglalkoztatásban nem sokkal jobb a helyzet, itt ugye a Szlovákia javára van eltérés, de ez csak 3,4% pontos. Számos olyan terület van, amelynek átalakítása a munkavállalói jogok csorbításánál sokkal többet hozhat a vállalati konyhára. A felesleges adminisztrációs terhek, vagy akár a munkát terhelő járulékok csökkentése nem csak a csúcsiparágakban, hanem a KKV-knál és a multiknál is az alkalmazott ellenes intézkedések alternatíváját jelenthetik. Tisztelt képviselőtársaim, ahelyett, hogy a kormány kiszolgálva a késő kapitalizmus csereszabatos munkavállalói igényét, gyakorlatilag rabszolgaként értékesíti a magyar munkavállalót, zöld fordulatra lenne inkább szükség. A zöld fordulat képes egyedül a 21. században garantálni a munkavállalói jogokat, a munkahelyteremtést és a hosszú távon fenntartható fejlődést. Felszólítom tehát a kormányt még egyszer, hogy gondolja végig ezt a munkaerőnyúzó politikát, és munkahelyeket teremtsen ahelyett, hogy a munkavállalókat kínozza tovább. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Kétperces felszólalása következik, Gúr Nándor, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Még 3-4 dolgot szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Az egyik az, hogy az a munkanélküli ellátás rendszere, amiről Kaufer Virág képviselő azt mondja, beszél, az gyakorlatilag Európában úgy néz ki, hogy van akár a 36 hónapos időintervallum, én nem ezt kívánom. Meg van az, ami felé mi törekszünk, 3 hónap, majd most 6 hónapban talán megszületik a úgymond kormányzati előterjesztés. Persze úgy, hogy közben a munkavállalók meg a munkaadók beleszólni nem szólhatnak. Nem biztos, hogy ez így rendjén van és helyén való. Főleg akkor nem, hogyha munka lehetőségek tekintetében a kínálati oldalon 600 ezer embernek, vagy több mint 600 ezer embernek 10-20-30 ezer álláshelyet tudnak felkínálni. A munkaterápia az jó dolog, de ahhoz az kell, hogy a lehetőségek is meglegyenek. Hogyha az ember 2 kézzel, 10 körömmel kapar azért, hogy legyen munka lehetősége, munkája, akkor a lehetőségei is legyenek meg. És hát még 2 rövid gondolat. Csak az elmúlt 1 esztendőben a munkavállalók, a bérből, fizetésből élő munkavállalók átlag szintjén a reálkeresetük 12-15%-kal csökkent. 12-15%-kal. Ha önök komolyan gondolják azt, hogy a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva, és a munkaadók érdekeit szem előtt tartva együttes megoldási lehetőségeket akarnak keresni, akkor ezek a törvényjavaslatok erre végképp nem elégségesek. Sokkal inkább kellene olyan típusú változásokat eszközölni,
amelyek a foglalkoztatás bővítését serkentik. Egyet mondok, az élő munkára rakódó járulékterheket kellene csökkenteni. Tudják úgy, ahogy az megtörtént az elmúlt években 32-27%-ra. No, ezt kellene folytatni, és akkor lehet, hogy más helyzetbe lehetne kerülni. Elnök úr, köszönöm szépen a türelmet. Szintén két perces felszólalása következik, Lukács Zoltán, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Ezen a késői órán nem fogok hosszasan vitatkozni az örökség súlyosságáról, vagy kevésbé súlyosságáról. Feltesszük, de meg nem engedjük, hogy mondjuk van is benne valami. Mindazonáltal illogikus a válasz, hiszen a súlyos örökséget igen valószínűtlen, hogy úgy lehetne megoldani, hogy sárba tiporjuk a munkavállalói jogokat. Én azt gondolom, hogy velünk természetesen vitatkozhatnak ezen, nem velünk kéne. Az a probléma, hogy ez a vita csak itt folyik, és a társadalom szereplőivel pedig nem folyik. Én egy olyan városból jöttem, Tatabányáról, amit a bányászok kapartak ki a 10 körmükkel a szén alól. Az a város attól van, hogy ipar volt, az a város attól van, hogy egyáltalán voltak azok az évek. Én azt gondolom, hogy lehet cinikusan mosolyogni ezen. Nyilván, ha közelebb lennének ezekhez a hölgyekhez és urakhoz, kevésbé cinikusan mosolyognának. Mindazonáltal azt gondolom, hogy önök semmi más nem csinálnak, csak amit Kaufer Virág képviselő asszony is mondott, kiszolgálják azokat a gazdasági érdekeket, amiket ki kell szolgálniuk, meghálálják azokat a gazdasági segítségeket, amit meg kell hálálniuk, csökkentik a magyar munkaerő értékét, csökkentik a magyar munkaerő erejét, csökkentik a magyar munkavállalók jogait, lehetőségeit, növelik a kiszolgáltatottságukat. És mindenre azt mondják, hogy azért, mert ennek gazdasági indokai vannak. Semmiféle gazdasági indok nem támasztja alá azt, hogy a most készülő új munkatörvénykönyvét az érintettekkel ne beszéljék meg, hogy ne folytassanak egyeztetéseket. Nem gondolom, hogy ez a probléma így megoldható. Köszönöm szépen. Megkérdezem Becsei Zsolt államtitkár urat, hogy a vitában kíván részt venni, vagy zárszóra jelentkezett. Zárszó. Igen, akkor megadom a szót államtitkár úrnak, aki válaszol a vitában elhangzottakra. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A reggeli vezérszónoklati megnevezések után most azt hiszem, hogy egy teljesen hasonló kontinuációban, folytatásban volt részem a ma esti rövid vagy éjszakai rövid vitában is. Csak röviden az általános vitához említenék néhány megjegyzést. Az egyik, hogy miről szólt maga az előteresztés. Az előteresztés egy jogharmonizációhoz köthető és általában ehhez kapcsolódó kisebb harmonizációs tételekről is szólt. Tehát nem beszéltünk arról, hogy most milyen az egész magyar munkaerőpiaci politika, mennyi költségvetési pénzt költünk aktív munkaerőpiaci tevékenységekre. Ugye így akkor gyakorlatilag egy teljesen totális általános vitát lehetne megindítani. Azt hiszem, hogy elsősorban azért azokra a területekre kéne a vitát szorítani, amelyről maga a jogszabályjavaslat is szól. Másodszor itt nagy élvezettel hallgattam végig a főszólalásokat. Valóban a szocialista képviselők az európai munkaidő irányelv kapcsán elhangzott érveket is adták elő, meglehetősen repetitív, tehát ismétlődő módon. Számomra érdekes volt az NMP-s képviselők marxista típusú magyarázata is, ez nekem most eléggé újdonság erejével hatott, hogy ebben ilyen magas képzettséget tudnak mutatni. Néha már demagógia felé is hajló része. Miről van itt szó? És mi volt gyakorlatilag az európai jogalkotó szándéka, és ebből kifolyólag a direktíva átvételénél a magyar jogalkotó szándéka? Ezt azért mondom, ugye, mert elmondtam a délelőtti vitában is, hogy magam az európai jogalkotó tettestársa voltam néhány évvel ezelőtt, mint európai képviselő.
arról szól a dolog, hogy valóban tegyük magunkat rugalmasabbá, és tegyük azt lehetővé, hogy minél több embert foglalkoztassanak a munkaadók.